Na csácsomi csődészt a csokoládé és traktorkerék, szevasztok gyerekek, Keeper jelentkezik a következő videóval, ami nem lesz más, mint RTS 2, és meg fogjuk venni első kamionokat, és mondja meg valaki nekem, ki az a szőke csaj ott a háttérbe. Föláll és pont kitakarja, nem? Wow, micsoda íromok, gyerekek! Gyönyörű! Ez a sárga festés főleg jól áll ezenek a napnak. Na, csak hülyéskedek. Meg fogjuk venni az első kamionunkat, úgy gondoltam, mert mégse veredhetjük Magyarországon csili-vili zsírói kamionokkal, hanem köl nekünk valami igazi autentikus, és a legelső autentikus kamion, amit meg tudunk venni, az nem más, mint a Tátra. Úgy Tátrával fogok menni, a Béla Baltrans első saját járművével. Meg fogunk ismerkedni. Először is kamion kereskedésbe belézünk. Várját, itt hogy lehet? Online vásárlás lehet olyat? Lehet olyat, hogy online vásárlás? Csak az hogy működik? Ja nem, kamaz! Kamaz van, gyerekek! Kamaz tudunk venni, 120 ezer, várjatok, nézzük össze, hogy mégis hogy én tudok én ezt. Hogy kell erre rá? Hogy. Képítés testet, megnézzük, hogy hogyan tudnánk. Aj, nagyon tetszik, gyerekek, mit tudunk itt ezen változtatni? Tényleg érdekül. 36 ezerbe kerül ez meg. Várjál. Ez csak 16 ezer, ugye? Figyelem, a kiválasztott elem megvásárlása átállíthatja a kapcsolódó kiegészítőket, és visszaállíthatja az eredeti festést. Jó. Ja, az olcsóban megkapom, hogy így ezt így kell le, nekem nem kell az a telelőlemez, ugye? Hát ez minek az nekem, gyerekek, várjál. Oké? Okay. Futómű. Jaj, van izével dupla kerékke moré hátul. Hát igaz. Hallják meg, nagyon jól néz ki. Hát itt izé köl nekünk ilyen köle. Várjál, összenézzük, mennyibe kerül majd a költségvetés, aztán akkor úgy fog. Engine. Na figyelj, engine-re nem költük, 260 lóerőbe veretjük, majd lehet egyébként később, biztos lehet, ugye? Emelkedők, manőverezhetőség, ja, itt vannak ilyen teljesítmény adatok, gyerekek, sebességek száma 12. Na. Izé, 12 fokozatú váltó. Hát figyeld, ezzel jobb a normál rakomány, túlyos-olyos rakomány, emelkedők. Egy jó váltó az lehet, hogy kéne, mert mennyibe kerülne például, hogy nagyon jó engine. Egy engine mennyibe kerülne a legdurvább a gyerekek? 680 lóerő, 450 euróba kerül egy 680 lóerő, és izé. Hát akkor adjál neki is annyi, ezzel úgy veretjük, mint a szart. Nem, gyerekek, nem. Nem, figyeljetek! Nem. Azt kell csinálni, hogy alap. Alapon fogjuk kezdeni. Ne legyen nekünk olyan drága dolog. Meg nem drága, de ne legyen olyan erőse. Nézzük, mi az? Interior. Yes. Ez az egy fajta van, gyerekek. Hát kamaszbu nem nagyon a... Füstés. Hát sárga. Alapvető, gyerekek, hogy a sárga, vagy pedig narancs sárga legyen ez. Várjál, lehet ilyet választani, hogy itt tudok én ilyet... Adj gyerekek, rauzsaszín legyen a izé. Itt mit lehet ez? Mi ez? Tartozékok, ez micsoda? Embléma. Nem már, ilyeneket lehet gyerekek, hát ez nekem nagyon új. Legyen. De ezt, hogy most hagyj szedem le innen, nem akarom én ezt ide. Nem tudom levenni zapacskát. Tűnjön zapacska, nem? De most figyelj, ezt ide rákattintok, mindenképp köl. Jó, pautkerék. Várja, milyen fölnit? Nem a... Diablo gyerekek, hát ez... Nem veszélyes verda lehet ebből kihozni. Ez milyen? Az jó néz ki. Ötözik szinte, nem lehet, föl se rakhatok. Hallod-e, oda nézi, moré? Nagyon durva dolgok vannak. Ez mi ez? Ez mi ez, hogy kapcsoló? Embargo. Disztárcsa. Ja, különböző még disztárcsat is lehet rakni, ne szórakozz. Nagyon komoly. Ez mi? Karékanya? Mi karékanyát is választhatsz te? Tesó. Jó, ne? Abba hagyom. Jó, figyeljetek, összedobok egy ilyen kamaszt. De most ide mit lehet rakni? Hallod? Tikriket. Tikriket lehet rakni. Ide is azt. Mit? Minden ott tikrik vannak csak. Kamasz? De mi ez kamasz? És mi történt? Mi változott? Fogalmam sincs. Vagy itt kiírja? Lamp. Lamp, gyerekek. Milyen lamp? Hoi. Yes. Halljátok, ki fogom fagyasztani ezt a játékot idő előtt. Mondtam én, Mare. Márha jó.
Most indíthatom újra. Ha mi a szar? Ki vagy az? Új, de hangos, várja. Na. Játék folytatása, nem történt semmi se, gyerekek. Az a lényeg, hogy mi ez? Automatikus mantis. Jó, ez betűtés. Figyeljé, az a szituáció, hogy nagyon óvatosan kell itt bánni a dolgokkal, mert állatom, hogy ki vagy. Na, kamionkereskedőhöz visszaugrunk. Nem adjuk fel, online vásárlás. Ezeket itt nem szabad csesztetni, úgy látom. Képítés testre szabása. Itt, amit itt, műtyüröket itt csesztettem, azt nem szabad. Itt voltak, mik voltak? Itt voltak, el. Az mi? Első felni, az jó, első... Zapaska! Cover. Villogó, villogót, azt küldjük neki, gyerekek. Jó. És ki lehet kapcsolni. Ez mi? Nem merem megnyomni, már hallod? Már... És tojáte? Jó van, gyerekek, veszünk egyet, mennyibe... Hitelt veszünk föl. Mennyibe fájna ez nekünk, ugye? Az első felné. Fölnit kell venni, gyerekek, fölnit. Valami szó, mi ez? Tátra felni, gyerekek. Ha ilyen izékül le. Nem amilyen Diablo, milyen Diablo félni kellek. Azt a betyár, oda nézzetek, ez nagyon adja, nagyon adja. Nem figyeljetek, ez az izé, a standard. Ez lesz. Meg hátra is, ó. De ez mi? Várja, gumi? Nem, már gumit is lehet változtatni. Húha, ballonos gumi, bazd. Oda nézzi, terepe. Jó. Igen, nem nagyon izéjük, nem nagyon. Ócsóbb, kihozzuk 200 ezer forintot. Forintocskát. Fölveszünk, ez mi? Lámpák bekapcsolva. Távozás. Nem mondok, biztos, hát figyelj, nem veszök most. Nincs pénzem. Ezért kell nekem. A bankból felveszük a hitelt. Adjál pénzt, na. 400, nem vehetek fő napi törleszt, 10 év. Ezt miért nem engedi, ha? Kevés vagyok minden, ezért hitellimit 100 ezer, de miért? Futam ide, jöhet nekem a hitel. Tesó. És mennyi pénzünk lett? Hol van? Hol van a money? 123 ezerből vesszük a kamiont. Annyiből költhetünk, gyerekek, nem tudom. Úgyhogy sok extra nem lesz, légkondi, ilyesmi nem lesz. Kereskedő meglátogatás? Olyat... Ja, nem tudtam volna, mert még nem jártam ott. Uh-huh. Ez mi? Még egy oldal van. Hallod, vannak érdekes dolgok. De vannak egyébként más járművek is. De ugye még nincs. Mi ez? Álljál meg! Álljál meg! Ezt hogy hova szállítsuk az új kamiont, hey! Kilépés és testre szabás. Áll meg! Jó. Ami nekem kell, ami nekem nem... Az jó az a vezetőfülke. Teljesen. Jó lesz nekem ez a pici gyerekek, olcsó. 53 ezer nem csak annyi, várja. Mennyi pénzünk van? Mennyibe kerül? Hol van? 151 ezer. Jó, ez nekünk 110 ezer. Engine maradhat kicsi. Váltó maradhat kicsi. Maradjon egy kis lóvé. Jó ez, igen. Szint akartam ugye változtatni. Hát nem citromsárga, vannak ezek a ízeik, tudod. 5000-be kerül egy citromsárga föstés, ne szórakozzál. Egyetli metalfényezés, 10 000. Mi megnézzük-e. Ez most mi? Nem már ez egy ilyen flip-flop fényezés, hogy így fú, de nagyon, nagyon komoly, nem kell. Nem kell drágaság van, gyerekek. Oké. Okay. Ez viszont kell, akkor citromsárga lesz, gyerekek. Még nem jó. Még nem végeztem, hello, 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 hello. Izékő nekem, gyerekek. Jók ezek a földik, nem? Teljesen szépek. Jó van, gyerekek, olcsó Jancsik vagyunk. Beltérbe is tudunk dolgokat venni, ez mi? PC. Kifagyasztjuk a francba, mi? Uha. Ha mi ez? Van egy, gyerekek, kapcsolgathatod itt a műszereket, mi ez? Fogalmam sincs, mi ez. Kiegészítőhely, ez mi? Ott lehet egy ilyen más autót. Gyerekek, tele zsupoljuk, hallod? Paraszt módon telekürjük. Ez mi?
Sofőr táblája. Ah, ilyet lehet. Ne szórakozzál! Keeper. Akalmaz. Hallod? Ide mit lehet? Nem tudom, de nem kell, működik. Sofőr támlája, ott volt még egy. Ezek miért nem működnek? Typhoon mobil, meg ilyen hülyeségek. Nem kell. Mindjárt megnézzük még mi van. Ide mit lehet? Cibi rádió. Az kell. Kell a parasznak. 113.000-nél tartunk. Ide mit lehet? Aha, ilyen idő, ilyen középbox. Tök jó. Oh, izé ott lesz gyerekek a mobiltelefon meg a Lucky Strike. Kell. Ide mit lehet? Semmi. Ez valami bugosak valami dolgok. Az amit lehet? Az is bugosak, látom, mert ugyan nincs képese. Itt, ja, azt néztük, jó? Gyerekek, izé, minden lesz. Hangfalat akarok. Zenét. Ez az. Ó, tiszta ruszkik leszünk. Baruszki? Hát, ti nem látsz ki, az húzzél, izé, karpet. Azt kell nekem, gyerek, ne szórakozzál. Nagyon jó. Akkor. Másik oldalra is, ne vicce. Várjál, mi van itt? Nincs több itt? Ide is lehet el? Mi ez? Bukó? Bukó nyíló. Itt is izé. Ilyen flag lenne, látod, de nem működik. De miért nem működik? Egyik se. Nuku. Jó, mindegy. Akkor ezt ki is kapcsolom, mert nem tudom, nem-e bugol. Ezt néztük. Ide mit lehet? Olyan is legyen. Minden legyen, gyerek. Ide mit lehet? Itt nincsen semmi. Oda is, kicsi tévé, kicsi izé. Oda is. Ó, azt köllött nekem ez is. Gyerekek, érzem én, hogy az jó lesz. Nem. Nem, mert izé, megtébolyodik megint a játék, tudod. Azt a betyár, gyerekek. Menjen a izéhez, jól van. Azt a betyáros rohadt élet. Van itt minden, mint a bucsóba. Ez mi? Fogalmam sincs, tükör elvileg, nem? Egy is van tükör, nem értem mi ez. Ide mit lehet? Oh. Függöny. Ez kell mindenképpen, nehogy kilássak. De figyelj, ki átlékére variálni a kékre, nem? Mennyire tartunk pénzügyileg. Ez a kék legyen, ne a izé. Ez jó. Ezt is átalakítsuk a kékre. Ez az, mind a bucsos autó, gyerekek. Mind a bucsos sátor. Ez az, gyerekek. Nagyon élem, nagyon élem. Áj, de mit lehet? Ágyat? Ó, te fiú! Nagyon paruszki a dolog. Á, mizé, milyen szőnyeget hallod? Szórakozzá. Ide mit lehet? Ő, te... Ez jó lesz. Tipikus orosz, tipikus orosz. Ide még lehet ilyen csecsebecséket, hogy mi van itt? Ja, ez nem működik. Ez mi? Ja, ez már igen, volt. Nem, ez nem merem csesztetni, mert... Rádió, köl! Meg nem tudom, ez már nem akar működni. Ezeket inkább nem hagyom úgy, mert... Hát, ha elbaszom. Jó lesz, nagyon csini-bini. Csak jól érezd, otthonos legyen, érted, belakjuk a Verdát teljes mértékbe. Szerintem más már nincsen, úgyhogy akkor jó van. Akkor mennyi van? 114.000 gyerekek, megerősítés. Oké, és akkor vásárlás, ugye? Hova szeretném hozatni? Simon tornyára, nem? Biztos igaza van? Oké. Okay. Mikor ér ide? Garázsba. És hogy kell? Most hol van a kamionom? Itt vagyok, várjál. Nem tudom, hogy működik. A munka közvetítő potkocsi. Kamionok? Kamaz.
És be tudok szállni, vagy valami csoda? Akkor faszom. Eladás, áthelyezés, fejlesztés, vezetés miért nem lehet? Miért nem lehet? Mi nincs még meg, vagy mi? Nem vágom. Kell pótkocsi is, vagy mi a szar? Ne szórakozzál. Hallod? Kell pótkocsi is, megőrülök. Ó, nem lehet még ezt izéri működtetni, hallod? Mi az, hogy jármű böngész? Nem vágom. Itt vannak a kamionok. Hol vannak? Garázsok. Nem lehet odaugrani, vagy mit tudom én? Gyors utazás. Na, erről beszéltem. Igen. És akkor ilyenkor lehet, hogy ott van a kamaz, és akkor abba szállok be, mert elvileg oda van ugratva, ugye? Akarom hajtani a kamaszt, ne vicceljetek. Ó, itt van, ez nagyon jó. Ha-ha-ha-ha. Gyerekek! Megőrülsz, nagyon-nagyon menő a Verda. Nagyon menő a Verda. Ha, ez mindig ilyen hangos volt, hallod? Várjál, nincsen izé hangerő, vagy... Gyönyörűséges, várj! Nagyon tetszik. Hol van ebben a balítások? Hangok? Bocs, hogy kicsit leveszem, nekem hangos. GLS. Jó van, gyerekek, kamaz. Csodálatos beltérrel ugye megáldva. Itt van a izé. Milyen újság? Pravda. Pravda külön száma. Hát ez nagyon ász egyébként. Hamazzal szállni élvezet. Hol tudok itt munkát várni, hogyha izé van? Munkás várjál, pótkocsi. Nem tud, fogkalmam sincs, gyerekek, tényleg ne haragudjatok a hülyeségről, igen, miatt. Fuvar típusa. Elbe változ, fuvar elég nyugi a cég, minden biztos, hogy csak válasz ki megbízás, és már indulhatsz is. Szerz pénzt, saját kamionot használatával. Ennyi. Ez kéne, ugye? Uh-huh. Vannak itt more mindenek. Vannak itt more mindenek. 8500. Itt a izét kérdezni, hogy mennyi izé, nem? Ár, nem ár szerint akarom. Távolságra vetített ár. Ez éri meg legjobban, látod? Simon tornya? D-ről a Simon tornya. Jó. És onnan. És akkor ilyenkor? Akkor mit kell? Mit kell nyomnom, baze? De most mi Simon tornyán vagyunk, nem egyébként? Simon tornya dég. Akkor ezt kéne, hogyan? Oda kéne vonszolnunk ma seggőket, mi? És meg halk, mi? Azt mondjátok, fogadni mernék. Úgy szerintem is. Nagyon király. Kidugom a fejébe, izé. Függöny rojtok közül, jó. Elvileg el kell mennem valaha, 6 kilométerre van, 13 perc, és ott kell felvennem az árut, ugye? Nem, hülye ne legyél, várjál. Nem itt kell volna itt felvennem árut? De nem vehetek fel árut itt, mert ez a telephelyem, ugye? Ja, hát akkor nézzük egy térképet, vagy nem tudom, hol van itt térkép? És Simon tornyán kell felvennem, csak elég messze van. Jó, ez van. Menjünk. Van gyerekek, veressük a kamazza. Nem tudok zoomolni, nincsen zoom. Ne, azok a kis autók ott izélek, nyeklenek. De basszus, nem látsz ki ettől a függőjrajtól, ez nagyon kemény.
Ne, 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 bazd! Masszus, az anyád hétszentségit. A Ford Focus-os majdnem nekem gyűjt. Kicsit külső rétegbe akarok veretni, nagyon. Hajintos ez a izé, az Icarus meg gyönyörtelen. Hamazzal szalni élvezet. Sárgább, mint a fekete rikó. Mert csak írtátok ám, hogy melyik a izé. Standex, tud. Üzenet érkezett, hogy rovagy meg. Írtátok melyik az index, de van kipörep. Jó, mostantól nagyon very profin fogunk vezetni. De egyszerűen nem indul el! Mégse a legkisebb motor választékból kellett volna választanom, mert egyszerűen nem indul el. Olyan tetű ez a gép, mint az atom. Gyerekek, nem tudom, hogy fogom én ezzel elhúzni a izét. Az a középső tükör, azt mondjátok meg, hogy ja, mert az be van kapcsolva, jó. Hogy fogom én ezzel elhúzni az izét? Pótot. Retteltesen lassú, hallod? Jó, elmegyünk a izéjére, elmegyünk. Az Arweer. Ezt felfedezünk még több kamion shopot, akkor lehet, hogy majd cseréljük a bérdát, nem kamazzal verjük. Veretjük, hanem valami mással. De egyelőre ezzel kamazzal fogunk megbékélni. Oké. Okay. Ez a sok műszer ez itt mi ez, hogy A8? Jó, mutat ilyen izé, kijelzők, aha. Vagy éppen 8-as sebességi fokozatba csapjuk, nem? Jó van. Kipufogó szerviz, gyerekek. Egy 5-es rendszer dobjává vett tóla. Három kilométer ott tudom fövedni a fuvaromat. De tipikus, valaki írta, hogy az a zebránál várakozom magyarok. Hát az egy rémálom. Egyébként az vette észre, nem tudom, meséltem-e már valamilyen videóban, de azért nem mesélem. Most közlekedéshez kapcsolódik ez úgyis, hogy az alába kínosan figyelnek arra, hogy a zebrán átengedjék a gyalogosokat. Így Győrbe, ez nincs meg. Ez egyszerűen full le van szarva. Hát a gyalogos vagy, örülhetsz neki, hogyha átengednek. De az alába, mármint Zalaegerszegen például, marhára figyelnek el. És mindig próbálják átengedni a... Aj, hallod, olyan lomha ez a gép, amire kifordulunk, mindjárt nekik durrantanak hátulról. Ha? De kipör akart egy tempomatot nyomni a hármassal, azért vágod. Ezt tudod, a izé, farming szimulátorból. Na mindjárt egy kilométer, az valami pótér kellett jönnöm. Emlékszem, nem sérültünk, minden fasza. Két perc múlva ott vagyok. Éppen. Motorfék, nuku. De be kéne fordulni, he. Hey, gyerekek! Ne dudáljál, te! Anyád! Hallod, ez... Ez jó lesz nekem, figyelj. Mi a franc van? Mit most izéte pirosat kaptatok? Kis bucsánál, vagy mi a fasz van? Na jó. Hallod, én kitolom az órát. Ah, meg. Jó, kék után. Mi az? Mini Cooper, vagy mi az? Messziről úgy látom. Közelről is úgy látom, jó. Ez. Jó van, kicsit csináltam egy kisebb sort. Soros György. Írtatok egy csomó helyet, hogy hova menjek el, úgyhogy szépen nyugodtan legyetek. Nem fogunk érni mindenhova, mert körülbelül felsoroltátok az ország összes települését kétszer. Mi van baj? Na, kapu be van zárva, hello. Nyisd ki kaput!
Basszus, mi ez? Kiviszi a szememet. Vellok, jó. Mi a, mit a izé hamiskodtok itt, hogy bezártva van a kapu, te? Vörös hajú, gyufa fejű. Hol van ez utca, amit vinni kell? Hogy mit, miről beszélünk? Oda követnem? Valószínűleg. És hogy jutok oda be? Hallod, tesó? Tesókám, itt ezen a szűk részen? És ez komoly? Nem is olyan szűk. Belülről szűkebbnek tűnik, nem? Hát ezt... ezt mikor mondtam utoljára? Belülről szűkebbnek tűnik. Ajjaj. Hallod ezt így, és ez hogy működik? Várja, ide kell állnom, vagy hogy? Ha enter. Nem tudom, hogy kell. Annyi? Ha és idejött, ja, bemész egy ilyen helyre. De most miért csak ennyi? És a Simon tornya, Simon tornya. De nagyon örülök neked, barátom. Akkor Simon tornyán belül kell például vinni ezt. És ezt most nehogy így rám akasztotta, vagy... Ja, ott van, jó van. Jó van, gyerekek, bocs, ez fucker, ezt nem tudom, nem ismerem annyira a játékot. De most egy ilyen nagyon rövid fuvar lesz, ugye? Ajjába, meg mazze, meglendülsz, mész, mint az őrült. Simon tornya, fuvar, nem baj. Az a lényeg, ha megvan a kamaz. Ami hosszabb fuvart ígérem, fogok vállalni következőleg, de hát ezt most már, ha egyszer bevállaltam, akkor hadd szóljon. Ha már eljöttem eddig. Tegnap láttam egy ATS videós, gyerekek, hát én majdnem sírva fakadtam. Körülbelül, én nem hazudok, 13 percig azzal küzdött, hogy beszorult kettő objektum közé és próbált kijönni. De borzalom volt. Na. Tehát ezt hogy kell egyébként felkapasztani? Hát éve, jó. Okay. Adjunk neki, várjál, megnézem kívülről, hogy ez hogy van. Ez valami tartal. Valami tartalt kell elvinni valahova. Na, munka kimenni. Hát ugye? Ja, ilyenkor ha van kamionom, akkor gyakorlatilag eljöhetek akármilyen céghez be, felé. És akkor innen én tudok vinni rakományt. De igazából bárhova be tudsz jönni, gondolom. És ami neked szól rakomány, az így viheted. Az jó, mert akkor így át tudok kecselni egy másik faluba, mit üresbe, és akkor bemegyek valahova, azt fölveszem a rakományt, hogy hadd vigyem már el valahova. Tök reális, igazából nem szerződnek a cégek izék vállalatokkal, ugye? Ja, itt még nem jöhet semmi, mert azt hiszem Zsák utca. Vagyis általában nem szokott. Úgy, nyomjuk neki. Veressük. Kapu csukódik, ma villogtatnak. Jó. Jobbra, jó van, legalább jobbra kell kivenni. Balra kéne fordulni, akkor szerintem itt lennénk reggelig. Az gyerekek. Ajde szép a kamasz, te! Halljál meg! Sanyi! Hogy megsúgom 5 méterre kereszteződéstől, vonalától parkolhatsz, tesó. Megvan az 5 méter, lehet, hogy megvan az a baj. Az indexeket írtátok, befeledtem. Nem merek nyomni mindent, mert ledobálom, hogy ez egy pótot magamról, meg ilyen apróságok fognak történni. Na. De szép. Ásküszöm, szép ez a kamasz. Nem, azt kitolvam az elejét, nem szarakodok. Hát csak nem durrantanak nekem, vagy igen? Strabok! Haver, kösz. Király vagy, Sagyi. Muszáj volt. Nem akarok itt állni egész végig.
Ja, nehezen húzottja ki azért. Még ez szerintem nem is egy nagy rakomány. Valami jó kis izé kéne, ilyen iszlám zene, vagy valami izé orosz. Orosz népdal. Vagy pedig orosz pop, tudjátok, vannak ezek az elvetemült állatok. Na itt igen egy jobbost kéne verni. Bocs, hover, index elég, nem tudom, nem fordulnak ki, de lehet, hogy kifordulna. Nem tudom, az indexeket mennyire figyelik a játékba. Amint a... az NPC-k. Ja, most meg még a izét is fizethetem majd a... Még a izét is fizethetem majd a, mi az? Hitelemet, mi? Jó, de jó lesz, de jó lesz. Hány kilométerre kövén? 3. Igazából ugyanebben a faluban, csak más helyre át kell cülönöm. Nem baj, keresünk pénzt, gyerekek. Iveco. Vegyes bolt. Tipikus tábla, Coca-Cola feliratta, minden. Ahogy kell lennie, ugye. Ja, érzem én ezt az ATS-2-t meg fogom szeretni, én úgy érzem. Komolyan, srácok. Ennek van automata mentése? Van kilépek, akkor ment bajom? Ja, meg az izé, napszakok azok változnak. Hány óra van? 11:50 dél van. Hát akkor biztos. Valószínű este, vagy izé, éjszaka nem lesz világos, ha csak nem az izé, sarkörői játszasz. Amikor épp azon időszak van, tudjátok, ott van, amikor hónapokig ugye világos van, meg van egy van időszak, amikor hónapokig sötét. Itt is nyomunk egy jobbost, és meg is érkeztünk. Mennyit fog ezért adni? 2000-et? Ez nem... cigire kevés lesz, gyerekek, cigire. Megint itt vagyunk ennél a 4-7-nál, az előbb ez... Ja. Az a baj, ettől izétől, ettől... Carpittól, Devigel látok ki. Szőnyegét ide felcsapta. Jó, messze jön az a kamion, gyorsan be kéne vágódni előtte. Áj! Tegyszerűen! Indulj meg, lefékezel egyszerűen. Negyed óra mire elindul, gyerekek. Na jó, van, ide beveretjük. Tényleg lefékezel, figyelj. Nyomorogász, nagyon nehezen elindul. Hova kell vinni? Hát ezek a izék, ezek a gyártelepek nekem. Hát, hogy feladják a leckét. Nem, az a baj, nem is ismerem őket, érted? De akkor itt például lehoztam ezt a rakományt, itt fel is tudok venni egy következőt, ugye? Segítsetek már, gyerekek, már vannak bajok. Aha. Oda kell bevenni. Várj, mi van? Jaj! Jaj, ne! Nem értem el, nem az a baj, hanem a kaput rám csukták, gyerekek. Becsukódott mögöttem a kapu, hallod? Remélem a rakomány nem sérült, de gondolom írta volna. Figyeljetek, oda be kell tolatni, hát figyelj, Keepernek az olyan, mint a... Semmiség. De tudja, hogy fel lehet itt venni akkor a következő rakományt, úgyhogy ez tök jó lesz. Kihúzzuk erre szépen. Mit írsz? Simán betolatok, ne dumálj el nekem! Keeper az veri itt a dolgokat, very happy. Ilyenkor a gumit azt rendesen etetem, mi? Amikor így izé... így fordítod a rakományt. Izék... kopnak annyit, mint 100 km-re kopnának. Gumedlik. Nézzük, mennyi hely van. Van, oké. Oszlop. Keeper. Ne törd össze a verdát. Petyektet. Nem, simán be akarok tolatni, mindenhova be fogok tolatni. Nem fog érdekelni, akármilyen rakomány. Amúgy meg a... nyergessel, nehogy már ne tolassak be, hogy egy helyet csuklik, gyerekek. Nézzük meg.
Muhát, nagyon jó. Jó van gyerekek, ezt leszállítottuk elvileg. Mert ide 27 perc, 4 liter üzemanyag. Itt a szintet az nagyon ezzel nem léptünk. Mindenképpen valami húzósabb. De ilyenkor ki tudok innen... Hogy tudok innen kijönni? Hogy a térképen legyek, hogy ott álljak. Ez hogy lehet? Érted, mire gondolok? Ez mi ez a kilépés gomb? Ez kilép teljesen? Világtérkép, ez nem az. Nem. Tényleg azt nem vágom, hogy hogy lehet az, hogy most beugorjak a kamionomba, vágod. Nézzük végig, fuvarok. Gondolom ott ki lehet, de nem így akarom. Járműböngész és beállítások, kilépés, nem. Bank, munkaközvetítő, nem. Garázsok, nem. Sofőrök, nem. Pótkocsi, nem. Kamionok, gondolom, nem. Fülkebeállítás, nem. Én ezt nem értem, és hiába nyomok eszket, meg ilyesmi. Kamionok. Kamaz. Vezetés. Miért nem lehet rányomni, hogy vezetés? Itt ezt miért nem engedi? Adás, helyezés. Érted? Ezt miért nem engedi? Nem, nincs free, nem járhatok ilyen izébe, ilyen free romba vagy minek? És most meg annyira nem tudod hol vagy. Fuvar távolság, menetidő 7 perc. Azt nézem, hogy a... Simon tornya... Sárbogár. Simon tornya... Kiinduló pont. Most a Simon tornyai kiinduló pontokat rakta be, ugye? Igen. Hát figyelj, Simon tornya... Ezért meg már voltunk, de igen. Olyan helyre akarok menni, ahol még nem voltunk, tudod. Krumplit kéne vinni Simon tornya sárbogárt. Simon tornya sárbogárt, csak az van. Dég, sárbogárt. Gondolom ez a kettő van mellettünk. Akkor sárbogártra fogunk menni, és akkor onnan megyünk tovább, jó? Dég. Sárbogár, Tesco. Ilyen dupla üzét, ne adjál nekem. Na, ez jónak tűnik, nem? Lejárat egy perc múlva, lejárat. Ez jó. Ez jó is az ára. Jó, srácok. Na, akkor még annyit akartam mondani, hogy a következő részben várlak benneteket. Azt írjátok meg, hogy ilyen free... Miért nem enged beszállni itt a járműbe, amit mutattam például. Na, de tényleg köszi a figyelmet, jók legyetek. Csá! A Taurus a gumia, ha-ha, de megy ez az ifa.